1849 ősze járt, még reménytelenség lengte be a világosi határt. Lehanyatlott nyáron a honvédek zászlaja, piros-fehér zöld színei már a sárba tiporva. A katonák bátran harcoltak, de a túlerő, az árulás megtörte erejüket, a holtaknak a szabadság istene tárt karokkal fogadta a lelküket. Az 1848. október 6-ai eseményeket összefoglaló saját maga által írt versét olvasta fel a tolnai származású költő Komáromi János a Nemzeti Gyászlap alkalmából tartott megemlékezésen. A Szent István parkban ezt követően Koncz Ádám helytörténész mondott beszédet, kiemelve a helyi hősi emlékműben olvasható tolnai honvédek helytállását a szabadságharc idején. Buchmüllerrel kezdődik, és Weisszel végződik. Ki hát a magyar? Ezek az emberek, akik Tolnán, talán még magyarul sem tudva, de egy emberként felsorozott a Kossuth zászlaja alá, ezek olyan emberek voltak, akiknek nem a nyelve, nem a származása, hanem a szíve és a lelke is magyar. Ki hát a magyar? Azt hiszem, erre a kérdésre egyszerre könnyű is, meg nehéz is válaszolni. Könnyű, mert kínálkozik rögtön és hamarosan néhány egyszerű és könnyen megfogalmazható kulturális, antropológiai, genetikai, etnikai meghatározottság. Ugyanakkor nehéz, mert azonnal ki is derül róluk, hogy mindezzel együtt, sőt ezek nélkül, vagy ezek ellenére is lehet valaki jó hazafi és lehet magyar. Úgyhát azt hiszem, maradjunk annyiban, magyar mindenki, aki eljutott eddig a döntésig, mert magyarnak lenni, azt hiszem, választás és döntés kérdése, amit mindenképpen meg kell, hogy előzzön, az az értelmi meggyőződés és az az érzelmi átélés, hogy magyarnak lenni jó. Koncz Ádám azt is kiemelte, hogy az aradi vértanúk között volt, aki személyesen is kötődött Tolnához. Kis Ernő, akiről a szájhagyomány azt őrzi, Tolnán háza is volt. Október 6-a tehát nem egy könnyű ünnep. Nem könnyű róla beszélni, mégis kell, lehet, tényleg ünnep valóban az. Nem karcsörtető, nem zászlólobogtató, nem kokárdát kitűző, nem Kossuth-nótát zengedező, csendes, fejet hajtó, múltban néző, magunkban révedő. A Nemzeti Gyászlap alkalmából rendezett megemlékezés után Appelszoffer Ágnes Tolna polgármestere úgy fogalmazott, a magyarság szabadságának történetét vérrel és könnyekkel írták. Mindig van valami aktualitások ezeknek az ünnepeknek, hiszen hol labancokkal, hol császári erőkkel, hol szovjetekkel, de valahogy mindig meg kell harcolni a magyar hazáért és a magyar szabadságért. De nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy tudjuk azt, hogy mit jelentett a magyar szabadság, és tudjuk azt is, hogy ma is mit jelent a magyar szabadság. És én nagyon örülök, hogy azért minden évben összejövünk itt néhányan, szándékosan nem én mondok ilyenkor beszédet, hiszen én azt szeretném, hogyha mindig valami helyi, hol egy történelemtanár, hol egy helyi történész, hol a tavaly éppen a nagy tiszteletű asszony mondott beszédet. Fontosnak tartom azt, hogy mindig más megvilágításból és más szemszögből beszéljünk az ünnepekről. Appelszoffer Ágnes arról is beszélt, hogy október 6-ának az aradi vértanúk mellett mindenkiről kell szólni, aki Magyarország szabadságáért halt hősi halált. Nem csak a harcokról kell megemlékezni, és mint ahogy a halottakat is gyászoljuk, a saját halottjainkat november 1-én, fontos az, hogy legyen egy nap, amikor tényleg itt ugyan most a 13 aradi vértanúról szól. Én azt gondolom, hogy ez mindenkiről kell, hogy szóljon, aki a magyar hazáért meghalt. Tolnán az október 6-ai megemlékezés koszorúzással ért véget.